Hozzám már többször kötődött szellem. Most is ebben az esetben Marika segítségét kellett kérnem, mert két nappal ezelőtt elmentünk egy emlékhelyre, ahol több kivégzett emléktáblája volt, és rájuk emlékeztünk. És én nagyon megrendültem ennek láttán, és akkor éreztem, hogy ez egy nevezetesen egy kis kápolnáról van szó, ahol éreztem, hogy valaki megfogta a torkomat és szorítja. És annyira megijedtem, hogy szólni sem tudtam. És amikor kijöttünk, olyan furcsa érzésem volt, hogy valakit magammal hoztam, valaki rám tapadt. És hazafele jövet a kocsiban, annyira viszketett mindenem, a fejem, az arcom, az orrom, a nyakam, a hátam. Kérdeztem a gyerekeimtől, hogy nincs, nem hangya esett rám, esetleg véletlenül valamilyen bogár, vagy valami, hogy szaladgál a hátamon. És mondták, hogy nem, nincs ott semmi. És mikor hazaértünk is, egész éjszaka, egész este annyira viszkedtem, hogy teljesen szokatlan volt, és ezért gondoltam, hogy de ez is hozzájárult ahhoz, hogy tudjam, hogy biztos vagyok benne, hogy szellem van velem. Eljöttem a Marikához, és megállapította, hogy egy gyilkos szelleme tapadt hozzám. És nagyon megrendültem, és azért talált meg engem. És Marika elengedte ezt a szellemet, és most teljesen jól érzem magam, teljesen újjászülettem szinte. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm Kovács Magyar Andrásnak és Marikának, hogy ezt megtették velem. Köszönöm.